A 39666 ez az SMS számunk Gung szállítását hallották, és még mindig fotózás, de talán egy még izgalmasabb, egy másik terület. Fényes Lóránd astrofotós itt a stúdióban, aki alkotásaival már többször szerepelt a Náza honlapján, és a fotókat többször beválasztották a napképének. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Hányszor? Ötször? Ötször választották, igen, és volt egy hatodik, az egy naptár volt, egy názás naptár. Ez mi kell, hogy az ember ott legyen a NASA honlapján? Apján. Fú, hát én ezt megkérdeztem tőlük egyszer, mert nagyon hullámzó, a, a látszólag nagyon hullámzó a minőség, ahogy válogatnak, vagy azok a képek minőség, amiket kiválogatnak. És azt mondták, hogy két dolog érdekli őket, vagy legyen egy égi aktualitás, vagy legyen valami olyan abban a fotóban, ami megragadja azokat a szerkesztőket, akik ezt a válogatást csinálják. Tehát, Tehát, vagy egy hangulat, vagy egy üstökös átkozása, hát Hogy például. Ja. Hogyha a csillagászati szempontból nézzük a dolgot, mást is szokott fotózni? Eredetileg én nem uh, csillagász vagyok, tehát fotósként indultam, és egészen kora gyermekkoromtól kezdve édesapám adott egy ilyen filmes gépet, még annó fekete-fehér filmes gépet, és azzal kezdtem, és aztán jött ehhez hozzá a csillagászat. Tehát igen, ez megmaradt, de igazából átalakult már annyira, hogy most már inkább családi fényképezést csinálok, és a, a fő projekt az az astrofotózás. Hogyan kezdett el az ég felé Ez független volt még a fényképezéstől is, tehát eleve érdekelt a, a világűr. Nem voltam soha mi ismerettekkel rendelkező most és inkább azért tanultam hozzá, hogy az asztrofotózást jól végezzem el. Mert hogy tudja, hogy mit volt. Meg, hogy így van, igen, igen, tehát nyilván ez, ez, ez kezdve ez már egy mélyebb dolog. De, de maga a, hát mi, szerintem ezzel sok ember így van, amikor kimegyünk a természetbe, és, és ránk szakad annak a monumentalitás, amit a világ de ahhoz nem kell képzettség, hogy emögé e azért belelássunk sok mindent. Attól függ, hogy hova megy az ember. Hát attól függ, hogy hova megy az ember, ez igaz. Nem mindegy, hogy mekkora a fényszennyezés nehéz igen. ilyen helyet találni? Egyre nehezebb. Magyarország egyébként európai viszonylatban még nem is rossz. Tehát, hogyha a, a speciális klimatikus viszonyoktól áttekintünk, ami nem mindig kedvező, akkor azért ugye a mi országunk még nem annyira fényel szennyezett, de, 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 hát vannak a világon egészen elképesztő területek, amik sokkal jobb adottságokkal bírnak. És hát azért nálunk is vannak csillagos égbolt rezervátumok. Van, így van, így van, többi így van. között a Dunántúlon, északon lehet jönni menni. Leggyakrabban hova megy, amikor ilyen fotókat? Hát készít? az az igazság, hogy, hogy az első időszakban, amikor még a felszerelésem nem adott arra lehetőséget, hogy megküzdjek a fényszennyezéssel akár a saját településemen is, akkor én eljárogattam. Sok képet készítettem a Balaton felvidéken, de most már ott tartunk, hogy a jelenlegi felszerelés az, az ezzel meg tud küzdeni, és ezért most már kizárólag vagy piliscsévről fotózok, tehát otthonról, vagy pedig külföldön. Hogyan lehet a fényszennyezéssel megküzdeni? Szűrőkkel, speciális szűrőkkel. Tehát fényszennyezést megfelelően kompenzáló szűrőkkel ebből több van, vagy az adott pillanathoz ö, ez választott, az... vagy inkább a mélységen múlik, hogy ez a nagyon kérdés, akar... az adott pillanat, ez egy jó fele az adott objektumhoz választjuk. Uh -huh. Tehát adott objektumok különböző tartományokban sugároznak, és a megfelelő szűrőkkel tudjuk azokat a, a tartományokat megfelelően megfogni, és a többit részt pedig kiszűrni. Tehát például a, a hidrogén alfa szűrő az értelemszerűen ebben a tartományban enged át, és a többit szűri, és ezekkel, ezekkel a szűrőkkel gyönyörűen lehet kompenzálni a fényszenyezet, fényszenyezet csak hát ez a drága mulatság, meg nagyon-nagyon komoly feltételei vannak, amit ki kell tanulni. Tehát ezzel azért máshogy kell dolgozni. És kinyitottam a honlapját, egészen megdöbbentő fotók vannak egyből itt a címoldalon, csak néhány címet olvasok, Üstökös a Göncölben, a Fiastyúk, illetve a lélekköd. Köd. Számomra talán ez az egyik legizgalmasabb fotó, érdemes megnézni Lóránt uh, honlapját. Ez a Lélek Köd gyakorlatilag egy piros füst felhő az égból. Igen, az a pont a hidrogén alfa vöröse látszik ott, tehát a hidrogén. Az, ez pont ilyen szűrőkkel készült. Tehát még szűrőkkel, ezek a képek ezért nem teljesen a, a hagyományos színeket adják vissza. Ha szűrőzünk, akkor már ez valamilyen szinten sérül. Viszont egészen mély részleteket tudunk megtekinteni ezeken a képeken, és ezért választottam ezt a megoldást. Mekkora géppel dolgozik? Mi Már kell ehhez, hogy ilyen mi? A gép alatt be... ugye ez egy komplet felszerelésben sok minden benne van, a fényképezőgép, vagy az egész a kérdés. Minden, minden, minden. Hát ugye egy ilyen uh, asztrofotós felszerelés értelemszerűen kell egy távcső, vagy legalábbis egy olyan eszköz, amin keresztül ugye jön a fény. Érdekes módon például most a, az Apodon megjelent kép az egy egyszerű objektívvel készült. Tehát látszik is, hogy az átfogás sokkal nagyobb, tehát ott egy göncölszekér belefér, akkor az, az egy más történet, de egyébként általában távcsővel fotózom, tehát kell hozzá egy csillagászati távcső. A csillagászati távcsőnek szükséges, hogy olyan eszközön legyen, olyan mechanikán legyen, ami képes követni az ég látszólagos elfordulását. van egy mini observatórium. Hát igen, gyakorlatilag ez, tehát az rajta van ezen, és akkor a, a, a fotonokat pedig megfelelően egy kamera, vagy egy, egy digitális fényképezőgép, egy átalakított digitális fényképezőgép gyűjti. Ez kicsit tudomány iránti rajongás, vagy abszolút hobbi? Hát ez mind a kettő, de azért inkább a hobbi területen csapódik le nálam. Én nem vagyok megfelelő csillagászati ismeretekkel rendelkező ember ahhoz, hogy azt merjen mondani. Ismerve azokat, akik tényleg azok a baráti körömben, vagy az amatőr csillagászok körében. Tehát az ő feléjük való tisztelet miatt azt mondanám, hogy inkább Hopi. Hogyan választ elpontot, Mert ugye a NASA kapcsán azt mondta, hogy általában kétféle lehet a NASA honlapjára bejutni. Egyrészt, hogyha az ember elkap egy olyan hangulatot, Igen. egy olyan különleges égi tüneményt, ami megfogja az embert, a másik meg, hogyha valami eseményt sikerül Igen. jól dokumentálni. Hogyha valami esemény van, akkor arra hogyan készül rá? Ez azért nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon érzékeny és rövid időszakokról beszélünk, legalábbis asztrofotózás oldaláról nézve, hiszen egy asztrofotó az nem egy kattintás, mint egy földi fényképezésben ezt megszoktuk, hanem hosszú órák munkája. Tehát eleve például ez a mostani Göncöl szekérfotó is 6 óra expozíció. Na most az alatt a 6 óra alatt ideális körülményeknek kell lennie. Tehát amikor én én ne ezt... legyen felhő, az egy szóval kezdjünk. És ez azért elég kicsi eséllyel megy, de én nagyon-nagyon drukkoltam. Ez január 16-án volt ebben a állásban ez az üstökös, és ezt valahol már a nyári őszi időszakban tudtam, tehát én készültem erre a január és hát ismerve az ilyen téli időszakot, nem voltam túl optimista, hogy ezt meg lehet majd örökíteni. És amikor kiderült, hogy január 16-án gyönyörű, tiszta égbolt fogad, akkor az egy óriási esély volt. Tehát akkor megvolt a terv, de akkor, akkor már nincs idő játszani, tehát akkor egy nagyon komplett kompozíció kell már fejben, illetve hát ugye... Ez megtervezve akár a számítógép monitorán is, hogy ö, ott már minden percet ki tudjuk használni. Tehát amikor én elkezdtem ezt az istörköst exponálni, akkor már minden megvolt. A kompozíció a beállás, tudtam, hogy milyen hosszan, milyen módon, hova állítom a távcsövet. Ez ez, ez, előtte, ez az előkészítő munka ö, feladata volt, hogy ezek már akkor ott ne jelentsenek problémát. Az alatt a hat órás expozíciós idő alatt maga mit csinál? Én általában egyrészt ellenőri az, egy az, részt ellenő... az ujján. nem, 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 az nem, nem, egészet. nem, az, az igazság, hogy ez nem, ez nem, egy nem, nem, hogy nem, volt egy jó kérdés az elején a felvezetőben, ennek van egy 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 spirituális része is vagy hát talán nem, nem ez, nem a legjobb szó, de, de, minden esetre én élvezem az ég alatti létet. Minokulároztam egyébként, közben néztem a, az objektumokat még, amik ott voltak, és átértem a hangulatát is, meg hát ellenőriztem azt, hogy azok a, a bizonyos időközönként azért néztem, hogy rendben vannak a, a az expozíciók, tehát megnéztem, hogy jól dolgozik. van egy kis izgalom is? Hát van. Hogy milyen lesz <laughs> igen, a kép? Igen, igen mert, 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 ugye, főleg az ilyen esetekben, mert egy, egy hagyományos még objektumnál visszatérhetek rá. Most legrosszabb esetben jövőre, mert ezek ugye bizonyos bizonyos periódítással jönnek fel minden évszakban, más látunk, legalábbis ezen az égőben, ahol mi vagyunk. De például ez az istökös az én életemben nem fog visszajönni. Tehát ez most vagy 16-án ott megvolt, vagy nincs. Ezért kérdeztem, hogy tördeli el közben hát az ujját, ott már nem, ott már éreztem, hogy rendben fogom? van. Ott már éreztem, hogy rendben van. Tehát a, én annyira már azért ismerem az eget, hogyha ránézek az égre, ránézek az adott körülményekre, akkor tudom, hogy az jó kép lesz a végén. Még ha nem is látom, még ugye az az érdekes, hogy ez előbb lassan ez a objektum az előhívásnál, picit a filmes előhíváshoz tudom hasonlítani. A nyers képeken csak sejlik az objektum, és amikor hívjuk elő, speciális csillagászati szoftverekkel, akkor, akkor nyílik ki az egész kép. De, de azért sok-sok kép elkészítése után ezt már az égből meg tudom becsülni, hogy milyen lesz ez a fotó, és hát láttam, hogy jó lesz. Talán emlékeznek rá a hallgatók, pár héttel ezelőtt találkozhattak itt ebben a műsorban Kovács Csabával, aki szolárgráfokkal, Igen. egészen egyszerűen például sörös dobozokkal vagy kisfilmes dobozokkal ö, szokott fényképeket készíteni, és ő mondta azt, hogy amikor beszedi a kamerákat, amik mondjuk akár három hónapig dolgoznak olyan. kint valahol, akkor utána egy ilyen óriási türelmetlenség, mint amikor a gyerek várja a karácsonyi ajándékot, egy olyan érzés van rajta, hogy vajon mi lesz? Három hónap mehet a kukába, vagy ja. valami egészen hát csodás? A szolárgáfusoknál lesz. még rosszabb a helyzet, mert ugye <laughs> ők ott hagyják azt a dobozt, és aztán ki tudja. Uh -huh. Nálunk azért annyival könnyebb a történet, hogy én közbe tudok ellenőrizni. Sokkal inkább interakcióba vagyok a saját felszerelésemmel, mint ők. Tehát mit más az izgalom, mint az ő esetükben, de szerintem mind a kettőben megvan a szépség. Van olyan hely, ahol még nem fotózott, de nagyon szeretne elmenni onnan eget kémlelni? Hát, vagy? rengeteg. De ez inkább azért, mert a, a világ gyönyörű, már a földünk gyönyörű. Abban a, a, abban a vonatkozásban, hogy északékbolton és délékbolton is jártam, abban már ki van pipálva minden. Igazából, amit szeretnék... De érdekes még... ez az égi bakancslista. Igen, igen. Ez egyébként <laughs> azt... Az az az... Szeretnék még egyszer télen fotózni a tejdén mert már a, kanári szigeteken a vulkánon, mert az a mi égövünkhöz hasonló helyen van, de viszont ott se a fényszennyezettség, se a, a, körülmények nem olyanok, mint itthon. Sok mindenről beszélgetünk az előző fél órában, eléggé sok kulisszatitkot is elárult azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell kutatni az égboltot, és érkeznek közben az sms -ek. Valaki egyébként pont azt írja, hogy gyakorlatilag ezzel a rendszerrel le lehet váltani a régi űrteleszkópokat. Most nekem a Hubble jutott eszembe, hogy fölküldtük annó, hogy belefényképezzen a világőrbe. Igen, hát azért. Maga azt... meg ezt teszi a... Kérjéből. Igen, hát azt természetesen leváltani nem lehet, hiszen egyrészt nincs ott a légkörnek a torzító hatása, mert másrészt meg akkora tükör van ott a távcsőn, amit mi nem tudunk produkálni itt lent. De abban a szempontból nagyon érdekes, hogy annyira fejlődik a technika, hogy azért valahol nagyon szürreális, ha belegondolunk, hogy én kimegyek a kertembe egy, egy is rát, le, lerakok egy távcsövet, és, és, minőségében nem sokkal gyengébb képeket készítünk mi a földi asztrofotósok a képest. Nyilván mélységében egészen másról beszélünk, de, de abban az átfogásban, amit a mi kis távcsöveink meg tudnak ragadni, abban valóban hiteles, és, és minőségben hasonló mégő mi objektumokat tudunk bemutatni. Ez csak, nagyon izgalmas. Csak azt kell jól kiválasztani, hogy hova fényképez van. bele az ember. Van, Melyik van. az a pici rész abból a hatalmas végtelemből, ahova van. bele fog fényképezni. Ebben, ebben bizony van fotoművészet is. Bármilyen furcsa első hallásra. Tehát első, azt gondolnánk, hogy az fotózás az egy, az, egy, az, egy, az egy tudományos hobbi. Igen, valóban az, de, de az ég, a, a, a mélyűr annyira gazdag, annyira burjánzó, hogy, hogy fantasztikus kompozíciós lehetőségeket is biztosít. Tehát előbb ugye említetted ezt a lélekködöt, ami ott fel van az oldalon, de megnézzünk más fotókat is. Ezek, ezek formák, geometriai formák, átlók, aranymetszés, tehát akármilyen a földi fotózásban ismert fogalmakat behozhatok, amivel érdemes dolgozni, ami, ami végvezeti a szemet, és egy, hogy olyan, mint amikor a felhőket nézzük, és nonfiguratív dolgokban megragadunk. megpróbálunk belelátni. Igen, ez, ez a mély objektumokban ugyanígy megvan, tehát ezek a furcsa nevek egyébként innen jönnek. És az is nagyon izgalmasít a képek alatt, hogy van egy kis támpont, ami mondjuk a laikust esetleg Igen. vezeti. Tehát aki egy kicsit többet akar az égboltról megtudni, azon túl, hogy gyönyörködik, hogy mik vannak a fejünk fölött, mire lehet odafigyelni, azért vannak olyan uh, fotók is, amelyek alatt ott vannak az, az összekötő csillagok, Igen, hogy a csillagképek hogyan rajzolódnak így van. Így ki. Így van, így van. Hát azért ez, ez, ez mondom, hogy igazából ebben a hobbiban mindenki megtalálja azt, ami, ami megfoghatja. Van, aki a tudományt találja meg, van, aki az esztétikumot. Van aki a kettőnek egy ötvözetét, és hogyha picit mögé tudunk látni a képeknek, akkor egészen messzire elviszi a gondolatokat. Drága, mi ez? Hát mihez képest? Én, én, én elsőnek drágának éreztem, de egyszer meghallottam azt, hogy egy, egy, sima esküvői fotós mennyit költ a felszerelésére, és az képest nem is olyan drága. Ezt volt tehát... csak csinálni, mint egy esküvő? Igen, igen, egy esküvői ez fotós. Ez az, ugye? Tehát ez nem annyira vészes. Tehát az az igazság, most nem akarok itt nagyon hmm. számszerűsíteni dolgokat, de egy kezdő felszerelés az, az néhány százezer forintból jön ki, és abból, azzal már hasonló képeket lehet csinálni. És hogyha az ember megutazással kombinálja, még esetleg akkor belé belé pályázatok, on, akkor on, még kalandosabbá tudja tenni az életét. Még hallgattuk a légtérfotózásról szóló beszélgetést, Namíbiáról mesélt. Igen, igen. Hát Namíbia az egy másik világ. Tehát ha ugye beszéltünk itt a fényszennyezettségről, Namíbiában az nincs. <laughs> ez, 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 ez így körülbelül mindent elmond. Amikor eh, megérkeztünk... Bizonyos szempontból áldás más szempontból álltok hát, ugye nézzük kérdése a helyieknek, igen. Igen, de ebből a szempontból az egy elképesztő vidék, amikor először jártam Namibiában, és megérkeztünk, és ránk sötétedett, terepjáróval mentünk, és akkor még a terepjárónak a, reflektora, egy, hát egy poros út, felverte a port az egész, állatok miatt nagyon figyelni kellett, hát nem látszódott semmi az égben. És én kértem a, a, sofőrt, hogy hagyjáljunk meg egy pillanatra, és hagyj ki megnézni először a délieget. Ez elképesztő. Tehát elő, az nekem egy ilyen sok élmény volt, amikor, ezt először, amikor ezzel először szembesültem. Tehát az egy aztán, az egyik legérdekesebb élményem az, hogy azt hittem, hogy felhős az ég. Mert a, a tejút előtt ugye sűrű porfelhők mennek végig, és azt mondom, hogy nem azt hallottam, hogy itt jó ég van, és akkor mik ezek a felhők. És ugye akkor aztán persze pár másodperc után leesett, hogy ez maga a galaxisunknak a porfelhői teljesen szabad szemmel gyönyörűen, sokkal jobban, mint itthon. Nem is kellett távcsővel belenézni. ez hát egy érdekes dolog, mi itthon Magyarországon pont azért, mert nem sok minden látszik, úgynevezett gótó távcsövekkel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy a távcső maga megtalálja az objektumot. És Namibiában az az élmény ragadott meg hogy, hogy szabad szemmel sikerült pozícionálni, tehát a látszottak a mély objektumok. Tehát csillagködök látszódnak szabad szemben. Nem, hát, nem kellett előre megadni a koordinátákat. Nem kellett volna, hanem nem siettem volna mondjuk, mert ott minden perc szintén számít, de de igazából maga az élmény az elképesztő. És erről az élményről az jutott eszembe, amit mesélt, hogy pár évvel ezelőtt valamelyik amerikai államban volt egy óriási blackout, elment az áram. Igen, igen. És 9-11-en folyamatosan csörögtek a hívások, hogy valami fura ígi jelenség van. Miközben csak a csillagos égboltot látták fényszennyezés nélkül. Ez, ez sokkoló tud lenni ilyenkor. Ezt Magyarországon is meg lehet élni, ugye a Kárpát-medencének van egy elég sajátos jellegzetessége, ez a télen ránk kereskedő hideg ez a köd, de ez igazából fölött nagyon sokszor tiszta kék ég van. És hogyha van lehetősége bárkinek, tehát akit érdekel egy kukkerrel felmenni egy magasabb csúcsra, akár a pilisre, én oda szoktam, vagy mátrába, vagy bárhova, akkor ott azért majdnem középkori éggel is találkozhat, mert a fény teljesen leszedi ez a hideg Tehát itt még Magyarországon sem lehetetlen ezt elérni, főleg ebben a téli szezonban. Magányos műfaj ez. Nekem az. De azt kell, hogy mondjam, de, ugye, hogy... Volt a hat órás expozíciós idő Igen. most január közepén, közben én kérdeztem, hogy menet közben mit csinált, Igen. hogy mennyire izgult, ugye közben vannak ilyenkor uh, aksi a fényképezőgépben fényképezőgében, Igen. Van, vannak technikai dolgok, de alapvetően az ember izgul. Én Akkor nem bír senkit elviselni maga körül? Én, én, én alapvetően olyan... Hogy annyira koncentrál. Igazából ez nem is a koncentráció, ez habitus kérdés. Az én habitusom az magányos. Tehát én szeretem, én nem, ebben a hobbiban szerettem a magányt és az, a gondolatokkal való el, Vonulást, de azt el kell mondani, hogy a magyar amatőr élet, az magyar az amatőr csillagászat élet, az elég gazdag, és, és sokan csoportokban járnak aztra fotózni, és az is egy nagyon szép dolog. Tehát ez inkább azt mondom, hogy attól függ, hogy kinek milyen a belső attitűdje. Viszonylag jól lehet bizonyos csillagászati dolgokat, csillagászati jelenségeket előre jelezni, vannak Izen. ezzel kapcsolatos prognózisok, hogy bizonyos üstökös, mikor húzát az voltam, az év mennyire lesz gazdag? Ebből a szempontból, amire lehet készülni, hát és lehet tervezni. Olyan, olyan nagyon nem látunk igazán izgalmas üstököst, még legalábbis én nem olvastam erről, de még egyszer mondom, én azért nem vagyok szakértő, de pont ma a csillagászati levelező listán hallottam, hogy a, a Sárecki Krisztián a két nagyon jól ismert és neves csillagász, hogy felfedezett, egy, egy a műsorban. ő, ő felfedezett most éppen megint egy üstököst, és az majd jön erre fele. Picinek tűnik, de bármikor előfordulhat, hogy valami nagy érkezik. Azért 20 évben volt az utolsó két nagy üstökösünk, ami igazán látványos volt, és azt mondják, hogy 20 éves periódításban van rá esély, hogy megjelenik ilyen hirtelen nem várt égi vándor, hát ha lesz ilyen idén, de én nem tudok most még ilyenről. Van olyan jelenség, amire kifejezetten vadászik, de még valamiért nem sikerült megcsipni? Egyik égbolton sem? Vagy pont olyan égbolton van, ami innen tőlünk nem látható? Igazából én megmondom őszintén, hogy elsősorban nem a, a hirtelen megjelenő aktualitásokra vadászom. Tehát miután én a fotográfia és ezen belül is a fotó esztétikum oldaláról közelítem meg a képeket, én statikusabb objektumokat fotózok le. Tehát ezek a, ezek a ködök, amik az oldalamon is találhatók, amiből előbb szemezgetett is. Ezért nálam ezek inkább ilyen egyedi dolgok. Tehát most ez az üstökös, ez azért volt izgalmas, mert nem is az üstökös érdekelt, hanem a, engem a nagy göncöl érdekelt. Tehát, hogy ebben a kompozícióban milyen egyedi. A Göncöl, akit mindenki ismer, és akkor pontot elmegy az üstökös. Volt egy csomó üstökös, ami elment az elmúlt, egyet se fotóztam még. Mert engem annyira az úgy, tehát én, én, szeretem az egészet valahogy egyben nézni, és engem az fogott meg, hogy ott van ez a gyönyörű Göncz szekér, amit még a legkisebb gyerek is ismer Magyarországon, és valami oda, oda átvonul rajta egy vándor, amit egy nap alatt ráadásul, ami meg de nem való oda elvileg, és akkor az egész úgy megragadott. Tehát engem ez fogott meg, nem maga csak az üstökös, kellett az egész egyben. Nem fogyott rá gépre? Hát ideg volt. Mondom, nagyon hideg volt az között, az éjszaka. Eléggé hidegek igen, voltak igen, az éjjel. Az pont egy nagyon hideg éjszaka volt. Hát ez benne van. Tehát ez így szép. Kellenek a kihívások. Volt A legextrémebb helyszín eddig. Amiért talán utazdés kellett, az időjárás sem volt túl kegyes, viszont olyan égboltot kínált hogy még. Hát ugye, eleve, amit előbb beszéltünk, Namibiával semmi nem tud versenyezni. Tehát az úgy extrém, ahogy van. Magyarországon belül én nem utazok annyit, tehát nálam sokkal nagyobb utazók vannak így az országon belül. Igazából ilyen külön extrémitást itt itt nem tudnék mondani. Tehát mindenhol megtaláltam a szépségét, mindenhol megvolt az, amit abból az égből ki kellett venni. Legközelebb innen folytatjuk, jó? Majd munka közben is megnézzük, hogy hogy zajlik ez. Igen, az előző fél órában fényes Lóránd, volt a vendégünk.